A mai Törökország szekuláris nemzetállamként tartja magát számon. Ahhoz, hogy ezt a szintet megléphesse a történelemben, több olyan eseménynek kellett bekövetkeznie, ami egy teljesen új irányba tereli az egykori oszmán birodalom valamennyi nemzetét, nemzetiségét. Ebben a videóban az oszmán birodalom széthullásának körülményeit és a független Törökország létrejöttét fogom bemutatni. az oszmán birodalom a 19. század végére több aktív problémával kellett szembesüljön. A birodalom működésében elengedhetetlen adminisztratív feladatok ellátása, illetve a közigazgatás teljesen elavult, gazdaságilag lemaradt az európai nagyhatalmakhoz képest, amit az 1875-ben bekövetkezett pénzügyi csőd is előidézett. A birodalom etnikai sokszínűsége miatt a nemzetiségi törekvések is egyre jobban erősödtek, ennek következtében az oszmánoknak területveszteségekkel is számolnia kellett. Az 1870-es évektől reformokkal kísérelték meg helyreállítani a birodalom nagyságát, törekedve az alkotmányos keretek betartására, de mellette összehangolják mindazt a Koránnal. Erőszakosan megszüntették a külföldi befolyást, a nacionalizmus jegyében törökösítésbe kezdtek, amiben óriási szerepet kapott az értelmiség és a katonai vezetés. 1908-ban felkelés tört ki Szalonikiben, aminek célja a szultán elmozdítása volt. A sikernek köszönhetően az ifjú törökök mozgalma vette át az irányítást, 5. Mehmed szultán csupán látszat gyakorolt. A választásokon is az ifjú törökök által futtatott Egység és Haladás Bizottsága kapta a legtöbb mandátumot a parlamentbe. 1909-ben az oszmán birodalom elismerte Bosznia annexióját az osztrák-magyar monarchia javára, ezzel lemondott a balkáni területi igényeiről. A mozgalom gyengülésének egyik jele volt, hogy Kréta bejelentette elszakadását a birodalomtól, majd Bulgária az adófizetés megtagadásával nyilvánította ki elszakadási szándékát, amit később meg is valósított. Az török kormány a szekuláris intézkedései miatt egyre több támogatót vesztett, ami a pániszlám szellemiségben gondolkodó szultánnak kedvezett. A nacionalista ifütörököket támadták az értelmiségiek, a sajtó sem kímélte őket. 1909-ben megjelent a Muszlim Unió, ami vallási alapon szólította meg az embereket, így április 13-án kitört az ellenforradalom, aminek egyik vezénylő alakja volt Mustafa Kemal. Az ellenforradalom által szervezett akciócsoport betört Isztambulba és lemondatta a szultánt. Az új szultán 6. Mehmed néven bábszultánként szultánként szolgálta ki a restaurált török mozgalmat, aminek az élére létrejött egy triumvirátus az ellenforradalom győzelmét a rögtön bíróságok felállítása, a statárium bevezetése követte. 1911-ben az ifjú törökök mégis elvesztették a választásokat. Az ország keleti felében bizonytalanság tört ki, az erőszakos törökösítés a nemzetiségeket egyre kilátástalanabb helyzetbe sodorta, azonban Albánia 1912-ben sikeresen elszakadt a birodalomtól. 1912-ben az olaszok megkísérelték elfoglalni Líbiát, a török csapatok egészen az első Balkán háború kitöréséig tudták megtartani a területet. Az ifjú török mozgalom és lázadó ellenfeleik szembenállása egészen az első világháború végéig kitolódott. A németek segítségével 1913-ban sikeres hadseregreformot hajtottak végre, habár az első világháborúban a birodalom egységesen nem foglalt állást egyik szövetség mellett sem, a németek felé szimpátiájukat fejezték ki. Az ifjú török kormány idején került sor az első, modern értelemben is vett, szisztematikus népírtásra, aminek az áldozatai az örmények voltak. A halottak száma nem pontos, az örmény emlékezet szerint másfél millióan, a török források szerint két-három a mai tudományos álláspont szerint 6-800 ezeren vesztették életüket. Az első világháborúba az oszmán birodalom a központi hatalma oldalán csatlakozott 1914-ben. A török csapatok az oroszok ellen vonulva vereséget szenvedtek a Szarikamisi csatában. Enver Pasa a súlyos veszteség miatt az örményeket hibáztatta, akik közül többen az oroszok oldalára álltak. Ugyanebben az évben az oszmán hatóságok propagandát indítottak, amiben hátrányosan tüntették fel az örményeket. 1915. április 24-én közel 250 örmény értelmiséget zártak börtönbe, majd még aznap éjszaka ki is végezték őket. 1915. májusában elfogadták a Techcir törvényt, aminek értelmében bárkit kitelepíthettek a hatóságok. Néhány hónappal később egy újabb törvényel engedélyezték az örmények tulajdonainak elkobzását. Az első világháború végzetes volt a török sereg számára, voltak épp a rájuk bízott feladatokat a háború második felében nem tudták megfelelően ellátni. Egyiptom meghódítása megbukott, Baku megszerzését követően elakadtak Dagestánban. Oroszország háborúból való kilépését követően Talált nagyvezír 1918. március 3-án aláírta a Breslitovski békét, egyúttal az oroszok török lakta területeit kívánták megszerezni. A török birodalom katonailag teljesen megroppant, és a németekre voltak kénytelenek teljes egészében hajatkozni. 1918. október 8-án az Egység és Haladás balszárnya alakított új kormányt, míg a három pasát német torpedónaszádon át küldték el az országból az angol-francia befolyás pedig ellenállásra készítette a törököket. Az ellenállás elsősorban a franciák és az angolok ellen irányult, akik elég erős befolyást szereztek a háborút követően a térségben. 1919. januárjában letartóztatták a szultánt és kormányát Káthorp admirális jóvoltából, aki a térség felügyeletével lett megbízva. A török ellenálló csoportokat úgynevezett rendőreilletek támogatták, akik ellátmánnyal a fegyverekkel látták el őket. Az ellenállás egyik vezetője cserkeszeten volt. A török nemzeti mozgalom szállását a déli kikötők brit-francia ellenőrzése miatt közép anatóliába helyezték át. A görögök felkelést indítottak azzal a célral, hogy létrehozzák saját államukat. Az Erzurumi kongresszuson vett részt a hadseregből kilépett Mustafa Kemal, akinek komoly katonai és vezetői múltja volt az ifjú török mozgalom idején. A kongresszus elnökévé választották. A cél egyelőre az egymással szövetségben levő francia és angol csapatok kiűzése, a törökök által lakott területek megtartása. Ennek fényében alakult meg a Nemzeti Egyezmény, majd a Szivászi kongresszuson kormányt alakítottak, elég kis létszámmal. A szultán kormánya alig-alipot bízta meg az ellenállás felszámolására. A nemzetiek katonai erővel megkezdték az angol és francia erők kiszorítását, ami a Párizs környéki békeszerződések értelmében végül sikeresen meg is valósulhatott. Az angolok a békekötés miatt nem avatkozhattak be innentől az akkori Törökország belügyeibe. Kemal javaslatára angolra lett az új központ, míg Konstantinápolyt teljesen elhanyagolták idegen befolyásoltsága miatt, azonban mégis ott hívták össze a parlamentet, attól tartva, hogy kivívják ezzel az antant hatalmak ellenszenvét. 1919 őszén megtartották a két fordulós választásokat, azonban a szövetségesek véleménye szerint összejátszott Kemal a nemzetiek katonai vezetőivel, hogy a nemzeti gerilla csapatoknak is fegyvereket adhassanak, ezért menesztették hadügyminiszteri pozíciójából, ugyanakkor Kemal sikeresen elfogadta a nemzeti egyezmény végleges változatát. 1920 márciusában végül a szövetséges beavatkozás sem lehetett elkerülni. Kemal barátját, Rauf Beit letartóztatták, feloszlatták az utolsó oszmán parlamentet, végül az új parlamentet Angorában hívták össze, amit Damad Ferid nem tekintett létjogosult intézménynek, vagy miután vallási tekintetben hitetleneknek nyilvánították a kemalistákat, egy fetvában, vagyis iszlám vallási jogi véleményben kezdetét vette a fetva háború, amiben iszlám főpapok hangolták egymás ellen a közvéleményt. 1920. április 23-án hívták össze a nemzetgyűlést, aminek keretében a fetvákban ért vádakra reagálva vallási szertartást tartottak, majd Mustafa Kemált a nagy török nemzetgyűlés elnökévé választották. A szultán nyugatiakkal való együttműködéséből fakadó, általa aláírt dokumentumokat érvénytelennek tartották, és mindenkit, aki a nemzetgyűlés ellen bármilyen módon fellépett, hazaárulónak minősítették, ami halálbüntetéssel járt. Ezzel kezdetét vette a szövetségesek elleni háború. A nemzetiek közvetlen harcba bocsátkoztak brit, francia, olasz csapatokkal, amiket az amerikaiak támogattak fegyverek és ellátmány formájában. Az angolai vezetés kénytelen volt a sikertelen konferencia után a görögök támadásától tartani. A harchoz úgy kaptak külföldi támogatást, hogy arra egyáltalán nem tartottak igényt. Az indiai muszlimok 125 ezer dollárral támogatták a hadsereg képzést. A Dumlupinári csatában végül sikeresen kiűzték a görögöket és az utolsó várost is török kézre kerítették. A francia és olasz csapatok végül teljesen kivonultak, kijelentve, hogy nem kívánnak háborúzni a törökökkel. Az angol kormányfő Lloyd George és az ellenzéki Winston Churchill véleményét nem sokan osztották, miszerint meg kell állítani a törököket. Az angol kormány összeroppant, szétszakadt a koalíció, az angolai kormány győztesként vehetett részt a Lausani békekötésen. 1920. március 16-án a szultanátus hivatalosan is megszűnt, kalifát a nemzetgyűlés választott az oszmán házból. 1923. július 24-én aláírták a lauzani békeszerződést, ami az első világháborút lezáró egyetlen olyan békekötés volt, amiben nem a győztesek akarata érvényesült. A török államot hivatalosan is felvették a népszövetség tagjai közé, és a szabályzata szerint kellett figyelembe vennie a nemzetiségek jogait. 1923. augusztusában a szövetségesek kivonultak végérvényesen az országból. Október 29-én az oszmán birodalom megszűnt, kikiáltották a köztársaságot, így létrejöhetett a független Törökország, ami egy vallási értelemben is független államként kezdte meg működését Mustafa Kemal Atatürk drasztikus reformjaival, aminek célja a nyugathoz való felzárkózás, az ország európai szintűvé emelése volt. Reformjai politikai, jogi, szociális, oktatási, kulturális és gazdasági szempontból követeltek változásokat a lehető legrövidebb úton. Az oszmán szultánság eltörlésével kinyilvánították a török köztársaság létrejöttét, 1924-ben az utolsó szultán lemondásával a kalifátus megszűnt. Atatürk kijelentette a nemek közti egyenlőséget, ami csak 1934-től érvényesülhetett csak a gyakorlatban. Felszámolták a vallási szektákat, kötelezővé tették a családnevek használatát, mivel a törökök korában egymást csak keresztneveiken szólították, amihez toldaléknevek, ragadványnevek csatlakoztak, míg a címnevek, megkülönböztető rangjelzések megszűntek, bevezették a Gergely naptárat, illetve a nemzetközileg használt mértékegységek lettek az irányadóak. Atatürk gondot fordított arra, hogy eltöröljék a sarját, svájci mintára átvették a szekuláris jogszabályokat, a büntető törvénykönyvet az olaszoktól vették át, kiépítettek egy nemzeti oktatási rendszert, amiből a vallást teljesen kizárták. Az új török ABC-t tették kötelezővé, amit a latin betűkkel írtak. A török nyelv történelem kutatásához, kulturális intézmények alapításához Kemal Atatürk támogatást biztosított. Érdekes, hogy a fejlődés törvényi hátterét biztosította kellő tekintélyelvűség mellett, ugyanakkor a demokráciát egyáltalán nem erősítette. A gazdaságba az állam igyekezett belenyúlni, a gyapot, illetve dohánytermelést államosították, az 1930-as évek pedig a bankalapításokról szóltak, amikkel megalapozták az államkapitalista rendszer kiépítését.